Erős savat és nagy mennyiségű olmot is tartalmaznak, ezért a környezetbe kerülve különösen veszélyesek lehetnek a régi, már elhasználódott akkumulátorok. A talajba jutó sav például kioldhatja a nehéz fémeket, amelyek így beszivárognak a vizekbe. Éppen ezért az akkumulátorok begyűjtése és szakszerű tárolása különösen fontos a szakemberek szerint. A tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek ellenére még mindig sok akkumulátor és más veszélyes hulladék, például gumiabroncs, higító vagy festékmaradék végzi az erdőkben. Bármikor van ilyen saját észlelés vagy lakossági bejelentés, akkor viszonylag gyorsan tudunk reagálni. A Hegyvidéki Zöldiroda munkatársa azt mondja, a 12. kerületben is előfordulnak olyan illegális hulladéklerakók, amelyekben veszélyes anyagok is megtalálhatók. Ilyenkor ezeket igyekeznek minél gyorsabban elszállítatni. Azért, hogy minél kevesebb káros anyag jusson a környező erdőkbe és parkokba, a hegyvidéken rendszeresen szerveznek veszélyes hulladékgyűjtést is. Szombaton például a Tamási Áron utca 51 szám alatt található parkolóban lehet leadni a veszélyes hulladékokat. Le lehet adni bármilyen festékmaradékot, vegyszereket, tehát higítót, akár fotófixír folyadékot, vagy egyebeket. Használt gumiabroncsokat is lehet adni felni nélkül, ezt kifejezetten kiszoktuk emelni a felhívásban, hogy felnivel ezt nem tudjuk átvenni, illetve háztartási mennyiségben, tehát ipari mennyiségben, vagy akár egy gumijavító vállalkozónak a teljes készletét, ezt nyilván nem tudjuk és nem is akarjuk átvenni, mert az nagyon hamar a kapacitásaink végét jelentene, de fejenként 4 gumiabroncsot átveszünk, illetve elektronikai hulladékok teljes palettáját azt átvesszük. Így rossz tévéket, rádiókat, háztartási gépeket, elemeket és izzókat is várnak. A tapasztalatok azt mutatják, óriási igény van az ilyen jellegű akciókra. Csak a hegyvidékről 16-18 tonnányi veszélyes anyagot szállítottak el tavaly tavasszal. Itt összegyűjtött hulladékok nagy része. Amit lehet, azt külön, tehát szétválogatásra kerülnek, illetve kinyerik belőle a még hasznosítható anyagokat, a fémeket, nehéz fémeket, esetleg bizonyos esetekben a műanyagot. Ami pedig teljesen alkalmatlan az újra hasznosításra, azt pedig megfelelő módon ártalmatlanítják, tehát olyan feldolgozókhoz kerül, akik ezt a környezet veszélyeztetése nélkül tudják ártalmatlanítani. A fővárosi közterület fenntartó korábban a lomtalanításkor rendezett veszélyes hulladékgyűjtést, ám 2 éve már nem biztosítják ezt a szolgáltatást. Ezért döntött úgy a Hegyvidéki Zöldiroda, hogy évente 2-szer mégis megszervezi ezt a kerületben.